A világmezőgazdasága olyan terület, ahol lépésről lépésre minden vonatkozásban megjelennek a számítógépek és a számítógéppel vezérelt megoldások. Az adatok gyűjtése, valamint az adatbázisok összeállítása szintén része a modern technológiának. Ez precízebb, takarékosabb és kényelmesebb termelést tesz lehetővé. A magyar gazdáknak ez nem csak lehetőség, hanem kihívás is. Azonban a fiatal gazdáknak a számítógép használata mindennapos, ezért a munkában való igénybevétele sem lehet akadály. Ezek a megoldások a traktorok és vetőgépek világában már előrébb járnak, mint a közúti áruforgalom területén. A mezőgazdaság lehagyta az autógyártást ebben a vonatkozásban. Olyan fedélzeti irányító rendszerek vannak a traktorokon, kombájnokon, amelyek alapján a számítógép gyakorlatilag önvezéreli a gépjárművet. Az embernek tulajdonképpen felügyelni kell ezt a rendszert. Nyilván érteni kell hozzá, felügyelni kell, hogyha valamilyen akadály megpásodáson, akkor az ember beavatkozása az elengedhetetlen, de sokkal nagyobb körbe alkalmazzák ma már a számítógépes megoldásokat, mint a személygépkocsiknál, vagy akár az áruszállításban a kamionoknál. A kormány az Irinyi terv megalkotásával támogatja a mezőgazdasági gépgyártást. Ezen belül egy gépfinanszírozási program keretében 80 milliárd forintot gépvásárlásra fordít. Ezen kívül is vannak agrártámogatások, amelyek több 10 milliárd forintosak, és szintén a gépvásárlást támogatják. Ugyanilyen célokat szolgál a vidékfejlesztési programból is több 100 milliárd forint. A megyében, ami ilyen átalakításra várna, körülbelül 5-10 ezer hektár olyan ültetvényünk van, amit ki kellene még cserélni, és mondhatnánk, hogy vagy 3 ezer hektár az, ami már jéghálós kószerű, csepegtetőöntözéses, felsőöntözéses, ami első osztályú gyümölcsöt terem. Magyarországon jelenleg több mint 200 ezer az agrártámogatásokat igénybe vevők száma, de bizonyos szinten minden vállalkozást érint a korszakváltás. A földművelésügyi miniszter szerint 5-10 év múlva megtörténik a teljes átállás a digitális világra, viszont akkor is maradnak olyan területek, ahol a hagyományos technikákat kell majd alkalmazni.